A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy mi vezet a PCOS kialakulásához és mit tehetünk ellene. Szeretettel köszöntök mindenkit! A PCOS leggyakoribb tünetei a rendszertelen elnyúló vagy hiányzó menstruáció, az erősen aknés pattanásos bőr, a túlzott szőrnövekedés az arcon és a testen, a bőr szürkésbarna elváltozása, illetve a hajhullás és a férfias jellegű kopaszodás. A PCOS oka az androgén hormonok, tehát a férfias jellegű hormonok megnövekedett szintje a hölgyek szervezetében, melyhez 10-ből 10 esetben a magas inzulin szint vezet, tehát végeredményben az inzulin rezisztencia, az állandóan magas inzulin szint okozza a PCOS-es eseteket. Ezért is írják fel az orvosok ilyenkor gyakran a cukorbetegek által is használt metformint. A vércukrunk lehet teljesen normális, úgyhogy közben az inzulinunk magas. Ne csak a cukrot nézzük meg, de nézzük meg az inzulint is. Mindezek miatt a PCOS-t a petefészek cukorbetegségének is nevezhetjük. A legfőbb androgén hormon a tesztoszteron, de ott van még a DHEA, az androsztendion, az androszteron és a DHT is, tehát a megnövekedett szintjük okozza a problémákat. A magas inzulin szint hatására két dolog történik. Egyfelől a petefészkekben túl sok tesztoszteront kezdenek előállítani a sejtek, másfelől pedig a nemi hormonkötő fehérje szintje csökken le. A testünk a tesztoszteron hormon mennyiségét, a nemi hormonkötő fehérje, az SHBG segítségével csökkenti, amit a máj állít elő. PCOS esetén nagy valószínűséggel gyengék a máj funkciók, le van gyengülve a máj is, ezért nem tudja már ezt a vegyületet kellő mennyiségben termelni, így a tesztoszteron egyre nagyobb része marad aktív, tehát ki tudja fejteni a hatásait, így jelennek meg a különböző férfias jellegek, mint a szőrzet az arcon, a mély hang, vagy a foltos hajhullás. A PCOS-sel diagnosztizált hölgyek nagy többségére jellemző, hogy nagyon gyakran étkeznek, tehát sokszor esznek a nap során, és nagy arányt tesznek ki a szénhidrátok a táplálkozásukban. Ez az állapot pedig melegágya az inzulin rezisztenciának. Ha meg akarunk szabadulni a PCOS-től, a legfontosabb teendő az inzulin normalizálása, ez az egyik leghatékonyabb eszköz a kezünkben az időszakos bőtölés, ami azt jelenti, hogy hagyunk magunknak egy 4 vagy 6 vagy 8 órás étkezési ablakot, amikor eszünk, a nap többi részében pedig nem viszünk be kalóriát. Például délután 16 óra és este 8 óra között étkezünk csak. A nap többi részében kizárólag kalóriamentes folyadékot fogyasztunk. Fontos azt tudni, hogy minden egyes alkalommal, amikor étkezünk, legyen az bármilyen kalóriatartalmú étel vagy ital, a testünkben inzulin termelődik, így minél gyakrabban étkezünk, annál inkább állandóan magas az inzulin szint, ami egyenes utat jelent az inzulin rezisztenciához, a PCOS-hez és a prediabéteshez. Az inzulin normalizálásához a másik eszköz a kezünkben a szénhidrátbevitelünk csökkentése, tehát gabonaételek, cukorsütemények, burgonya, nagyon édes gyümölcsök, rizs, ezeknek a visszaszorítása, és helyettük több magas zsírtartalmú ételt fogyasztani, mint zsírosabb húsok, tojás, vaj, szalonna, olívaolaj, sajtok, zsírosabb halak. Bőtön is csak magas zsírtartalmú diéta mellett tudunk érdemben, szénhidrátokkal nem igazán, mert a zsírok 3-4-szer hosszabb ideig adnak energiát, tehát sokkal később leszünk újra éhesek, ha az energiánk nagy részét zsírokból nyerjük. A PCOS megszüntetéséhez vezető második lépés 3 fontos hatóanyag étrendkiegészítő, melyeknek a bevitelével hatékonyan meg tudjuk támogatni a szervezetünket az inzulin normalizálásának a folyamata alatt, tehát gyorsabban csökkenhet az inzulin rezisztenciánk. Az első az inozitol, ezen belül is a majoinozitol, mely lényegében egyfajta tartalékként működik, ha az inzulinra már nem válaszolnak a sejtek, tehát ha inzulin rezisztencia van, bizonyos mértékig át tudja venni az inzulin szerepét. A króm, melynek inzulin hatékonyság javító tulajdonságai vannak, tehát javítja a sejtek inzulinra adott válaszát. És a D-vitamin, amely szinte garantált, hogy PCOS esetén alacsony a szervezetünkben, akár nagyobb dózisban is pótolhatjuk napi 20-30 ezer nemzetközi egységet. A harmadik lépésben célszerű 5 olyan gyógynövényt is bevetni, amelyek a hormonrendszer kiegyensúlyozásán keresztül segítik elő a probléma megszűnését.
A tesztoszteron, tehát a legfőbb androgén hormon termelődéséért az 5-alfa reduktáz enzima felelős, ezek a felsorolt gyógynövények és ételek ennek az enzimnek a működését gátolják, tehát lényegében azt, hogy több tesztoszteron termelődjön. A barátcserje és a rejsi vagy ugye, pecsétviasz gomba, melyet kapszulázott étrend kiegészítő formában pótoljunk, a fodormenta tea és a zöld tea, illetve az édes gyökér. Végül a negyedik lépésben a tiszta méhpempő fogyasztására hívnám még fel a figyelmet. Nagyon sok hölgynél a PCOS problémája akkor kerül előtérbe, amikor babát szeretnének vállalni. A méhpempő nagy mértékben segíthet ilyenkor, meg máskor is. Egyrészt támogatja a szervezetet az inzulin rezisztencia visszaszorításában, másrészt a máj regenerálásában is segít. Ugye említettem az elején, hogy a máj valószínűleg le van gyengülve PCOS esetén. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a PCOS-ről, kedveld a videót, hozd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangomra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.